Ma délután azt hiszem, egy Pinocchio volt, de szerintem gyorsan leszedették a fejét, mert nem láttak tőle mögötte. Na, nézzük a folytatást. 3-2-re, Decván, 180! Negyedik. ...123, jó válasz. Lassan megismerkedünk mindenkivel a csarnokban. Hoppá! 180! Én most például pont látunk egyet, kijött Decván, és megpróbált minél nagyobb terhet rakni azonnal egy jó kezdéssel Wade-re. És most úgy néz ki, hogy Wade tudta tartani a tempót jelen pillanatban. 100-assal 98-ra megy, de nézzük, 140. Legalább duplára kéne kerekítenie, egy 100-assal megteheti, eddig nem jön tripla, de jön a végén, marad a 40. Na nézzük Wade-et, 98-ra bedobja a triplát újra. Brékesély és egyenlítési esély. Hoppá, megpróbálta ugyanúgy, marad a 40. Nem jött össze. Hát igen, és most összeteheti a kezét, hogy Decván ne oldja meg. Eddig az viszont neki jó helyen van. Uha, nem. Már csak egy nyíl van. Nem zúrja be! Nem hiszem, hogy Wade számított arra, hogy lesz még lehetősége dupla 20-ra dobni. Dupla 10 meg a kedvence. Ma haragba vannak. Nem, még van egy nyila. Ma, de ő se dobja. Ma nem kedvence. Ma nem kedvence. Na, Decván sem hitte volna, de, hogy igen, még lesz hogy egy még arra fog dobni, az viszont ő meg szereti azt a dupla 5-öt. Csak nem most, de megvan, bedobja. 4-2, óriási lehetőséget puskázott el Wade. 18 szilas volt. Pedig 125-ös. Érdekes, mert az első 9 nyiluk teljesen egyforma, szinte 110 fölött egy picivel Wade-nek és 110-es Decvánnak. És ha a tavalyi World Match Play-re emlékeznek, akkor ez volt ugye ott Decvánnak az egyik erőssége, hogy nagyon jól játszott a 140, nagyon jól játszotta a saját kezdéseit. Mondjuk hozzáteszem, hogy most már 2-18 nyilasa volt saját kezdésből, azért az nem rossz, mert jó, ugye 5 körös, de azért 4 meg 5 körössel kell hátsó pályáról, vagy 9 nyilassal kell hátsó pályáról bréket elérni. Azért ezen a szinten az szokott lenni a kötelező. Igen. Tripla 12-re szerette volna, az 8-as lett. Ezt illene azért megcsinálni, hiszen nagyon fönt van Decván. Igen. 59. Na, és akkor 16-os megvan, van 2 nyila, de még azon kívül is van nyila, de nincs rá szükség. Igen, 14 nyilas. Ez volt a kötelező, és valamikor vissza kellene brékelnie Wade-nek. Igen. Na, hogyha ilyen naga biztosan játszik, 140. Itt van, lát, hogy majdnem 10 pont van köztük. 100-as. De eddig nagyon jól játssza a saját kezdéseit a break óta. Igazából azt mondom, hogy maga biztosan, mert még egyszer nem is nagyon jól, mert ugye 18 nyilasokról beszélünk. De ilyenkor meg nem jönnek Wade-nek a triplák, 60-as. De nézzük, de Decván tripla 19-re kéne kezdenie. Oda is fog. Nagyon jó, folytatja tovább. Az is jó, még egyet. 132-re megy levele.
Ott van, most Wade kezdett el egy kicsit jobban gondolkozni a kelleténél. Nem jött 57-es, nem jön tripla 20-as, vagy 48, 48-at választott, a 72 marad. Hoppá, most egy kicsit összerakja magát, hisz ő fog kezdeni, 140 látszik a tempón, igen, 72-re tripla, 20-asra megy föl, igen, bedobja dupla 6. Bedobja két nyillal, gyönyörű 14 nyilas válasz az előző 14 nyilasra, 5-3. Egy kivételtől eltekintve mindenki hozta a saját adogatását eddig. Igen. De nagyon magabiztosan játszik Decván egyébként. Nevezzük a 108, a tripla 20-at ásznak mondjuk. Ász! De nem ász, mert fogadó. 100-as. Százas, szerintem ez is. Most úgy érzem, hogy Véd próbálja a legkisebb különbséggel elmenni a szünetre. 140. Most nagyon jól játszik hátsó pályán. Michael Smith gyorsasággal dobálja a nyilai Decván. Igen. Hoppá. Még a triplával 140. Ugye 180-nak kiszállón lett volna Véd. Elüldögéltek, ott láttad az urakat egy sörrel a kezükben. 180! Itt a meglepetésünk. Bizony, most itt gondban van, igencsak Véd. Húha! Hoppá, és ilyenkor... Nem áll jól a szénája. És úgy néz ki, hogy Decvánnak... Nem is tudja Decván megcsinálni, bár megcsinálhatja még akkor is. Igen, tripla 12, vagy sima 12. Hoppá! 57-17-es, marad a 40. De hát azért kellene itt az extra védnek, hát most a 124. 124-et. Eddig jó, tripla 14. És a Bull, a sima is jó, a Bull! Nem jövő! 99, marad a 25. És így nem 5-4, hanem 6-3 lehet. Hú, de nagyon fölötte. Az már jó, 6-3, és Decván kezd. Csúnya 7-3-mal mehetnek el. Láttunk ilyet délután. Hughes vezetett 6-3-ra már, és onnan kapott ki Michael Smith-től. És úgy van hátrányban, még mindig Wade, hogy még mindig 100 fölötti átlagon, 101,42 százados. Hú, de jó kezdés, 134 Decvántól. Csak egy 100-as, hát sok pályán sokkal többre lenne szükség, különösen, hogy ilyen jó kezdett Decván. Oda néz, de jó nyomja. Most földob két triplát. Igen, most érzi, hogy még egy break közel lehet. Oh, 140 ez is. Tomboló taps. Aki ott a... baloldali szőkehölgy volt, ő a Védnek a felesége. 91-es. És nincs tripla. 45-ös, csúszni így Véd kezéből a leg. Igen. Nem is kell megcsinálnia most. Nézzük azt a 136-ot, ezt ő meg szeretné csinálni. Az fölé 16-os, marad a 40. 96-tal kerekít 40-re. Gyakorlatilag tutira megy Decván. 100-as, 116, nézzük Decvánt, eddig nagyon magabiztos volt a duplákkal, 50%-kal dobja eddig a duplát. Dupla 10. Dupla 5. Nem dobja, nem dobja be, de még mindig 100 fölött van Véd. 116, nézzük. Kell a tripla, ki kell állnia. Megdobja! Megvan. Dupla 18! Azt is bedobja! Hát ezt kigondolta volna, hogy innen
egy ilyen helyzetből végül is megnyeri ezt a leget, és így azért nincs kilátástalan helyzetben. Ez rettenetesen kellett védnek ez a bravúr, és elügyetlenkedte a kiszállóját Jeffrey de Zwaan. Úgyhogy itt még nagyon izgalmas folytatás következik, azt hiszem.